A mozgás jótékony hatásával folytatjuk most innen a stúdióból, mert hogy a nagy sportág választó csapata egy új videóműsort indított útjára. Azt nézett közben, ez nagyon vicces, mert ugye válogatott családi emlékeket idéz nekem ez a videósor. Igen, éppen Kis Gergő vízilabdázni tanít egy apukát. Igen. Egyébként. Igen, ja, hogy és ez így történt nálatok is. Hát nálunk ugye a férjem nagyon jól értett a vízilabdához, én próbálkoztam a gyerekeknek az úszást tanítani. Mm. A férjem szerint kiválóan úszok, gyönyörűen egy helyben. Tehát ő azért értett hozzá. Ennek a videósorozatnak is egyébként ez a lényege, hogy igenis mozogjon együtt az édesapa a gyerekekkel, mert akkor úgy kedvet kapnak, de hát itt a profi sportolók segítenek kijavítani a mozdulatokat, hogy azért mégiscsak helyesen tanulják meg a gyerekek. De jó, apa megmutatja ez a videó, és a sportágválasztó honlapján lehet megtalálni. Nárai Balázs készített erről egy összeállítást. Sziasztok! Gyertek, ugorjunk be a medencébe, és megmutatom, hogyan vízilabdázik egy profi. Persze én is az vagyok, de megkértem egy nagyon kedves barátomat, hogy segítsen nekünk bemutatni ezt a sportágat. Hello, szia László! Szia Gergő! Három gyermekes apa! Ez az apa, Szilágyi László, aki itt van a stúdióban. Ő fogja megmutatni majd a nem csak a gyerekeknek, hanem a többi szülőtársnak, apukának is, hogy miképpen kell sportolni. Vízilabdázni, jégkorongozni, kajakozni, futópadon futni, de talán nem csak futópadon, hanem azt lehet a szabadban is űzni. Itt van Kis Gerge is. Igazából kettős volt a célja ennek a műsornak. Az egyik az tényleg egy ilyen nagyon önző dolog, amelyben szerettem volna én most már lassan három gyermekes apukaként figyelni a saját mozgásomra, a napi mozgásra, és kerestem magamnak sportágat. Mellette pedig a gyerekeknek folyamatosan küzdünk évek óta azzal, hogy megtaláljuk a nekik megfelelő sportformát, mozgásformát, és úgy gondolom, hogy nem vagyok elég hiteles, mikor egy sportára rá akarom beszélni a gyereket, úgyhogy én soha nem is próbáltam ki, és nem is vagyok tisztában azzal a sportággal. És hát mellette a nagy sportágválasztó eszméje az, hogy mindenki kezdjen el sportágát választani, ez nagyon jól összecseng, és így egymásra találtunk. Egyedül természetesen nem érthetek minden sportághoz, még persze ettől függetlenül a videókban ezt úgy adom elő, mintha nagyon nagy profi lennék, egy apukai önbizalommal a gyerekeknek ezt próbálom mutatni, de minden egyes műsorban van egy sztárvendég, aki pedig az adott sportágnak a példaképe. És hát elsőként a nagy sportágválasztóból legismertebb személy Kis Gergő és a vízilabda volt az első sportág, ahol együtt ugrottunk a medencébe. Nos, ez az apuka miképpen vízilabdázik? Sokat kellett tanítani? Igen, ez egy érdekes egybeesés, mert Laci is sportember, az ő szívéhez a cselgány csála legközelebb, viszont azt ugye munka mellett nagyon nehéz, tehát az, hogy amatőr cselgáncs, ezt nehezebb értelmezni, és ezért szerette volna kipróbálni a sportágokat. Azért Lacinak a sportemberi mi volt a látszódik akkor is, hogyha egy-egy sportág azért idegenebb neki, mint a többi. Úszni azért tud. Úszni tud, fizikai ereje megvan, abszolút. Ő is 100 pluszos kategória, mint én, és a lelkesedése az, ami egyedülálló, az alázata a sportágak iránt, a maga a sport iránt, a mozgás iránt, és egy kis humorral fűszerezve ez egy érdekes kombináció a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Szeretem a vízilabdáknak összetett kell, hogy a fizikai erő, taktikai képesség, technikai képesség, egy kis ravasság, szóval nagyon szép és összetett sportág. Én ezekben a filmekben, a próbálkozásokban egy kicsit fölerőstem azokat a sztereotípiákat, amik egyes sportágról létezik, és egy ilyen gyermeki kíváncsisággal ugrunk bele tényleg a medencébe, vagy föl a jégre. Nem kitalált karakter, mert ez a lényemnek egy része. Néha összekeveri a kajakot a kenuval, a vízlabdánál bombával ugrik a medencébe helytelenül, de ezért jó, hogy mindig van egy sztárvendég, hogy ott van Kis Gergő, aki elmondja, hogy nem így kell beugrani a medencébe, és kijavítja, és megmutatja helyesen. Tehát egy kicsit ez egy olyan videósorozat, ahol apa bemutatja, hogy hogyan kell rosszul csinálni a sportágat, és néha abból lehet a legtöbbet tanulni, a sztárvendég megmutatja helyesen. Nyilván az egy nagyon fontos célkitűzés, hogy a mozgásra, a sportolásra felhívni a figyelmet, és akár arra is, hogy családos módon is lehet ezt tenni gyerekekkel. Csináltam egy felhívást a saját közösségi oldalamon, amit utána a sportagválasztó.hu oldalán is megjelentettünk, amiben kértem az embereket, hogy ajánljanak nekünk sportágat. Mi az a sportág, amit lehet akár családosan közösen csinálni, mi az, amit egy 120 kilós apuka testalkatú 40-es pali tud csinálni, és mi az, amit 10 éves gyerekek, és nagyon sokan hozzászóltak, nagyon sokan felhívtak telefonon, kinyomozták a telefonszámomat, és ajánlottak sportágakat. Hát persze voltak viccesebbek itt, nagyon sokan szeretnék, hogyha valami nagy balesetet szenvednék, mert a toronyugrástól kezdve a síugrásig voltak nagyon ilyen extrém kívánságok, de nagyon-nagyon építő jellegűek is voltak, és kaptam konkrétan edzőkhöz elérhetőséget, így meg is fogadtam, hogy idén minden sportágat ki fogok próbálni, és ezt meg fogom mutatni annak, aki ezt érdekli, és abba bízok, hogy legalább lesz egy olyan család, aki belép ebbe a challenge-be, és velünk együtt kipróbálom a sportágokat. Gergő számára ez a fajta
élmény, hogy megmutatni a sportot, ez nem csak a film kedvéért jött létre, akár felnőttnek, akár gyerekeknek, hiszen talán gyerekeket motiválni az egy állandó programpont. A sportágválasztó kommunikációs vezetőjeként, vízilabdázó emberként nyilván vannak olyan sportág, amik az ember szem előtt jobban ott vannak. Ilyenkor szoktuk mondani az olimpiai sportágakat, vagy Magyarországon 50-100 éve felelhető sportágakat, de annyi új van. Pont a APA bemutatja sorozatot, a legnagyobb sportágainkkal kezdtük. Ugye így lehet, amiben nagy sztáraink van, a Kozák Danuta, ötszörös olimpiai bajnok, Magyarország legeredményesebb aktív sportolója is segít nekünk eligazodni. Jégkoromban ugye Szuper Levente. Igen, Szuper Levente, Ungvári Miki olimpikonunk, szóval sok nagy sportember segíti APA munkáját, Szilágyi Laci munkáját beletekinteni a sportágakba. És gondoltunk egy olyan csavart, hogy 25 alkalommal már megmutattuk a nagy sportág választón 60, 70, 80, aztán már több mint 100 sportág csinyát, bínyát, érdekességét bajnokokkal, mesterekkel, edzőkkel, sportemberekkel vegyítve. De most még egyet húzunk, és most mi szórjuk szét az információt egy kicsit vicces, egy kicsit érdekes, színesebb formában, de mégis azért a sportág alapjairól beszélve, és aztán akinek ezek után még nagyobb kedve van eljönni a sportágválasztóra, akkor már tudja esetleg, hogy mi az, amiből fog választani, mi az, ami jobban érdekli. Egyébként ez egy spontán filmfelvétel, spontán forgatás volt, vagy meg volt írva valamilyen módon forgatókönyv? Apa karaktere, amit ebben hozok, az állandó, tehát vannak visszatérő klisék, mindenkivel ugyanazt csinálom, viszont a sztár vendégeket nem nagyon vonom ebbe be. Tehát ők ott szembesülnek vele, hogy hát ez az apa, ez nem normális, és hogy akkor itt valami vicces dologról van szó. Az látszik, hogy a filmen előrébb megyünk, a végén már feloldódnak kicsit a vendégek is, és ők is elkezdnek egy kicsit hülyéskedni, és a végén minden filmen egyébként meg is büntetik egy kicsit apát, valahol mindig porul jár. Például megtanultam a vízilabdánál is, hogy nem szabad a medence szélén sétálni, hogyha van egy háromszoros olimpiai bajnok is a közelben, mert könnyen csattanhatsz a vízbe. Vízilabdások szabálykönyvében van egy első alapszabály, de nagyon figyelünk, a medence szélén nem állunk, mert be sem. Azt megérdemeltem.